Köszöntöm kedves nézőinket, Sípszó után című sportmagazinunkkal. Március 31-én Kunszentmártonon került megrendezésre a második alföldi betyár fekvenyomó verseny. Több mint 100 versenyző mutatta meg erejét a kupáért vívott küzdelemben, ahol a Kalocsai Sportegyesület erőemelő szakosztályát Cigony Zsuzsanna képviselte, aki a dobogó második fokára állhatott az eredményhirdetéskor. Március utolsó hétvégéjén rendezték meg Kunszentmártonon a második alföldi betyár fekvenyomó versenyt. A megmérettetésen több mint 100 versenyző mutatta meg erejét a kupáért vívott küzdelemben, 7 korcsoportra osztva, összesen 25 testsúly kategóriában. A Kalocsai Sportegyesület erőemelő szakosztályát Cigony Zsuzsanna képviselte, aki a dobogó második fokára állhatott az eredményhirdetéskor. 8 éves sportolok, de hobbi szinten, tehát én heti háromszor, és ebből indult nálam ez az egész. Tehát én azóta ezt testépítéssel kezdtem, illetve hobbi edzőként. Edzéstervemet írják, étrendemet segítik. Te ugye említetted a testépítést, honnan jött a váltás ötlete, hogy a testépítésből erőemelés legyen? Simon László. Tavaly volt a Korona Kupa Szeliden, és ő látta bennem a lehetőséget, rábeszélt, hogy próbáljuk meg, és utána feltette a kérdést, hogy szeretném-e, mert szerinte van lehetőségem, és hogy fogom tudni csinálni, és akkor mondtam, hogy vágjunk bele, és próbáljuk meg. Mi a különbség mondjuk egy testépítő edzésrendszere és egy erőemelő edzésrendszere között, miben kellett változtatni? Én hobbi edző vagyok, azért azt hangsúlyozzuk ki. Lacival külön nap járok edzeni, csak erre. Tehát rászántuk az időt, teljesen más, csak fekvenyomás szinte, az erőnövelés. Említetted, hogy háromszor edzel egy héten, hogyan néz neki, miket kell csinálnod egy-egy edzésen? Most konkrétan erre gondolsz? Igen. Erre egy edzésem van a héten, tehát alapból a sajátom, ami három, a megszokott, erre egy edzés, a fekvenyomás, ugye próbálunk a súlyon emelni, próbáljuk a technikai részét, ami szerintem nagyon nehéz, tehát én se gondoltam volna, ezen próbálunk javítani. És egyébként ez a maradék három edzés, ez hogyan épül föl, mit szoktál csinálni az edzéseken? Ugye van, aki az edzéstervemet írja, de hát felosztva az izomcsoportok, minden nap más izomcsoportra. És szükség van-e például arra, mert ugye testépítésnél nagyon fontos az étrend, de például az erőemelésnél ott fontos-e, hogy hogyan áll össze az étrended mondjuk egy verseny előtt? Hát nekem most nagyon, mert beleszerettem volna férni a mínusz 65-ös kategóriába, és ugye télen én is egy kicsit fölkaptam magam, így most az étrendre is kellett figyelni, amit Glasztandi barátnőmnek köszönhetek, mert ő segített, hogy az erő maradjon, és akkor visszahozzuk a súlyt, ami 63 fél lett. Akkor beszéljünk egy kicsit erről a mostani versenyről, hogy pontosan hol jártál, milyen feladatokat kellett teljesítened, és milyen eredménnyel zárult a verseny. Kunszentmártonon voltunk, ugye női kategóriában mínusz 65 kilóba, és ugye Mastersba indultam, ami a 40 éves kor fölöttiek kategóriája. Nagyon erős lányok voltak egyébként. Szinte nem is tudtuk megmondani, hogy ki lesz az ellenfél, mert kort se tudtunk besatszolni, súlyt sem. Volt egy kezdőfogás. Abba egyeztünk meg, hogy ami tuti, és ami biztosan megy, az nekem az 50 kiló volt. Azt tudom, hogy tudom. És akkor mi volt még a verseny, mit kellett ott még csinálni? Próbáltuk emelni a súlyt, ugye háromszor kellett próbálkozni. Sajnos itthon ment, ott valamiért a technikai része nem sikerült a nagyobbnak, tehát az ettől nagyobb súlynak. És a többiek azok hogyan szerepeltek? Tehát mondjuk ebben a súlycsoportban mi volt az a legtöbb, amit ugye, hogy második lettél, tehát nyilván egy eredmény volt, ami fölét került, ott mennyi, mekkora volt a különbség? Ő egy bajnok hölgy, utána is néztem, egy 55-ös születésű, ugyanígy mínusz 65 kg-ba indult, Kostin Flóra a neve, én egyébként őt nem ismertem, de ő ilyen Európa bajnokságokon, világbajnokságokon is szerepelt, tehát én vele most találkoztam először. És ő mennyivel emelt nagyobb? 100 kiló. Van-e esetleg tervben következő verseny, amire készülsz, ha erőemelés, ha esetleg a testépítés? A testépítés nem, tehát az nem az én asztalom. Erőemelésbe szeretnék, még konkrét nincs, hogy melyiken, de folytatjuk a felkészülést. Én remélem, hogy sikerül egy kicsit az erőmet még növelni. Mi az, ami ennyire megtetszett neked ebben az erőemelésben? Nekem tavaly szeliden nagyon a társaság, mindenki biztatja a másikat. Soha nem az volt, hogy ne sikerüljön, tehát nagyon jó közeg. És nagyon sok pozitívumot kaptam egyébként tőlük. Nem egy női sportágról van szó, nem féltél esetleg attól, hogy ugye itt az edzések hatására úgy formálódik esetleg a tested, ami már mondjuk nem biztos, hogy neked abba
belefér abban a megjelenésben, amit elképzeltél. Nem. Tehát én örök elégedetlen vagyok egyébként is, de szerintem egy nő soha nem lesz elég nagy. Tehát ha nem próbálkozik más dolgokkal, akkor szerintem az edzése annyira nem, csak formálódik. Ha valaki esetleg az előbbiek után kedvet kapott volna ehhez a sportághoz, akkor jó hírünk van számára. A tervek szerint idén is megrendezésre kerül majd a Szelídi Kupa. Egy fantasztikus hangulatú és küzdelmes Solt-Vadkert elleni mérkőzésen sikerült Kolics együttesének megszereznie a győzelmet és az újabb 2 pontot. Ezzel az eredménnyel a KKC női együttese az alapszakaszban a 3. helyen zárt. A nézők számára egy igazi csemege volt a Karocsai Kézilabda Klub női csapatának szombati Solt-Vadkert elleni mérkőzése, ugyanis a lányok egy fordulatokban gazdag, küzdős meccsel zárták az alapszakaszt, méghozzá nem is akárhogyan, a tabella 3. helyén. Megígértem a lányaimnak, hogy a rájátszástól függetlenül én a nyakukba fogok akasztani egy bronzérmet. Fantasztikus hangulat volt a mai mérkőzésen. Az előzetes várakozáshoz képest egy nálunk erősebb csapatot sikerült megverni. Ez annak volt köszönhető, hogy fantasztikusan küzdöttünk, elsősorban védekezésben. Az első félidőben ugye összesen 4 gólt kaptunk. A második félidőre feljavult a támadójátékunk is, Tóth Gabi szélről, Emőke betörésből, átrövésből lőtte a gólokat, és a Babett is magára talált. Ilyenkor látszik, hogy a bizonyos szakaszaiban a mérkőzésnek az idézőjelbe vett anyázás taktikájához kell nyúlni az edzőnek, ami most maximálisan meghozta az eredményét. Azért elég nagy izgalmak voltak itt a mérkőzés közben, különösen a nézőknek, hiszen volt, mikor mi vezettünk, volt, mikor az ellenfél vezetett. Aztán a döntetlen is jó lett volna, mégis sikerült győzni. Igen, hát ez a nézők szempontjából egy kézilabda csemege volt. Változatos volt a mérkőzés. Én bíztam abba, hogy ezek a nagy darab Solt-Vadkerti lányok a második fél időre valamennyire majd elfáradnak. Köztudott, hogy mi nagyon sokat edzünk. Ezzel az összetétellel, az ilyen alkatú csapattal nekünk nincs más lehetőségünk, mint dolgozni és dolgozni. Aztán jöttek a második fél időben a kapus bravúrok is. Hiszen beáll Deák Marian, és rögtön egy hetes hárítással indult. Az is nagyon szép volt. Tudomásul vette azt az utasítást, miszerint ezek a lövők a sánchoz képest a hosszú egyenesbe lőtik az átlövéseiket. Nagyon ügyesen ráhelyezkedett ezekre a labdákra, és sorozatban tudott ebből is hárítani. Most ezután a mérkőzés után lesz egy kis pihenő. Nem, a héten 4 edzés lesz, ami azt jelenti, hogy hétfőn kondi edzés, kedden megyünk Dunaújvárosba egy edzőmérkőzésre, szerda-péntek szintén kemény edzéseknek néznek elébe a lányok, és a rájátszásra, az itteni mérkőzésre pedig ebből a mérkőzésből okulva taktikailag még megpróbálunk felkészülni. Azért mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy a bronzérem még nincs meg, csak az alapszakasz 3. helye. A bronzéremért még 2 fordulóban kell helytállniuk Kolics játékosainak. A kérdés már csak az, hogy ki ellen, hiszen a 4. helyen álló Solt-Vadkert még hátrébb csúszhat a tabellán. Lesz egy rájátszás, de nekünk még van egy nagyon fontos mérkőzésünk, amit, hogyha nem 2 ponttal fogunk zárni, akkor 5. helyen végzünk. És ráadásul nem is akármilyen ellenféllel szemben. Igen, a 2. helyen álló Bácsalmásra utazunk idegenbe, úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok, de nekünk nagyon-nagyon fontos lesz ez a 2 pont. A mai mérkőzésen talán én még nem is voltam olyan meccsen, ahol 4-4 volt az első félidő, ilyen kevés gól esett, és elég sok technikai hiba volt mind a 2 oldalon. Én sem voltam, még pedig azért van mögöttem egy pár év. Nem mint edzőként, hanem inkább mint játékosként. De igen, mind a 2 oldalon voltak technikai hibák, védett lövések, mennyire, nem tudom. Ma igazából nem ment az átlövőjéknek az első fél időben, a második fél időben is elég sokat hibáztak.
Hát igen, a második fél időben inkább magukra találtak az átlövők, egy-egy játékos legalábbis. De úgy nem éreztem azt, hogy nem mertek volna vállalkozni, hanem úgy nem, azt mondom, hogy nem a legjobb figuráinkat vettük elő, amit kellett volna, és így az, hogy figura nélkül csak elindulunk és kapura lövünk, az úgy nem lehet. És az be is jött, hogy nem is lett gól. Néha azonban, amikor sikerült időkérés alatt sikerült a lányok fejét egy kicsit átmosni, vagy megváltoztatni a gondolkodásukat, akkor megugrott a csapat. Igen, igen, tény és való, hogy elmentünk 2 góllal, 3-mal nem tudom, 2 góllal biztosan. De aztán a védekezésünkben voltak hibák, ott összeomlottunk, akkor ha már van egy kapott gól, akkor a támadás is nehezebben indul nyilván, hogy akkor most nagyon-nagyon gólt kell lőni. A terhet úgy érzem nem bírták elviselni a lányok. Ilyen pszichés problémák, hiszen azt tudjuk mindannyian, ön még jobban, mint én, hogy ezekkel a lányokkal igazándiból nincs nagy probléma, hiszen jó játékosok, legalábbis a csapat többsége. Igen, igen, igen. Nekem annó azt tanították, hogy minden fejben dől el. Úgyhogy ha valaki nincs itt 100%-osan fejben, mert a szíve hiába viszi, de hogyha a fejben nincs itt, akkor sem fog tudni jó dolgokat csinálni. És én ezt vallom is. Ez azért a játék hevében vannak olyanok, mikor az ember elfelejt gondolkodni, ösztönösen cselekszik, ami hosszú évek alatt beivódik a játékosoknak a tudatalattiába. Ezt kell meccs előtt feloldani, vagy meccs közben is? Hát ez már szerintem a fáradtság hozza magával ezt, mikor már valaki nem tud gondolkodni, de úgy gondolom, hogy persze mindenki hibázhat, de az edzőnek a továbbított keze az az irányító, és azért forgattuk úgy a csapatot, hogy aki középen van, neki tudnia kellett volna, hogy mi akkor annó a feladata. Ebben voltak hibák. Aztán egy kicsit a szerencse is közre játszott abban, hogy éppen most nem önök győztek. Szerencse? Azt nem mondanám, hogy a szerencse. Kezünkben volt ugyebár a meccs, vezettünk 2-vel, második fél időbe. Mi voltunk a pályán, rajtunk múlt. Bírókra sem lehet semmit sem fogni, mert nem, de rajtunk múlott persze. Lehet ilyenkor mondani az öltözőben a lányoknak egy ilyen meccs után? Hát ezt mindenki érzi igazából, hogy mit rontott el, mit nem. A védekezést kiemeltem, mert az nagyon-nagyon jól működött, az első fél időben az végig, második fél időben volt benne hullámvölgy, de összességében az teljesen jó volt. A támadás az, ami abszolút nem működött sehogy sem. Ebből a nehéz helyzetből kell tehát folytatnia az alapszakaszt a Solt-Vadkertnek, ugyanis ők most április 15-én játsszák majd utolsó meccsüket a Bácsalmás ellen, ami sorsdöntő lehet számukra és számunkra is, hiszen ettől függ, hogy bent maradnak-e a rájátszásban. Amennyiben nem, akkor a KKC játékosai a Kiskunmajsával küzdhetnek meg a bronzért. A Kalocsai Kézilabda Klub drukkereinek a lányok szereplése mellett még egy plusz jó hírrel szolgálhatunk, ugyanis a KKC férfi csapatának Hőgyész elleni mérkőzésére indítanak szurkolói buszt Kalocsáron április 15-én 12:30-kor, azaz délután 12:30-kor a Városi Sportcsarnok elől. A 7. karate maratonon és a Diák Olimpia országos döntőjében is képviselték városunkat a Kalocsai Ese karatékái. Az extrém próbatétel teljesítése mellett újabb 8 éremmel gazdagodtak a szakosztály sportolói. Legutóbb, február elején látogattunk el a KSE karatékáihoz, akkor Szűcs Zsolttal a 2017-es eredményeket értékeltük. Azóta felpezsdült az élet a szakosztálynál, egymást követik a különböző események és versenyek. Nagyon intenzív időszakát éli a Kalocsai Sportegyesület karate szakosztálya. Januári hónapban megkezdtük a versenyekre a felkészülést, azzal párhuzamosan edzőképzéseken és különböző szemináriumokon vettünk részt, valamint mi is tartottunk előadásokat gyerekeknek, szülőknek. Vannak olyan tagunk, tanulóink, akik felkészülnek egy-egy témakörből, és a gyerekeknek előadásokat szoktak tartani. A versenyzést azt a Kiskun kupával kezdtük meg, az egy nemzetközi versenysorozat,
és 19 versenyzővel vettünk részt, ez utánpótlás és felnőtt verseny volt. Nagyon szép eredményeket értünk el, illetve már elkezdtük kiválogatni a versenyzőinket, akik ugye nemzetközi versenyen fogják majd képviselni a szakosztályunkat. Ezt követően a diák olimpiáknak a versenysorozatai kezdődtek el. Az idei évben szintén elmondhatjuk, hogy évről évre rekordszámú nevezés érkezik a Kyokushin diákolimpiára. Az idei évben 1100 fő nevezett be a diákolimpiára, köztük a Kalocsai Sportegyesület szintén 19 főve. Debrecenbe, Várpalotán, Veszprémbe, illetve Vácon kerül lebonyolításra ez a verseny. A legjobb 16, illetve 12 fők jutnak az országos döntőben, ahol ugye megverekednek a diákolimpiai bajnoki címekért. Az országos döntőben 13 versenyzőnk jutott be, és közülük 8-an dobogóra is állhattak. Itt el szeretnék mondani néhány nevet, akik nagyon eredményesen szerepeltek mind a Kiskunkupán, mind pedig a diákolimpia sorozatában, mert velük még valószínűleg találkozhatunk az idén megrendezésre kerülő világbajnokságon. 4 fő biztosan, mint válogatott, be fog kerülni a csapatba, illetve a gyerekek között vannak olyanok, akik második helyezéseket értek el a diákolimpia országos döntőbe, ők esélyesek, hogy szintén képviselik Kalocsát, illetve a szakosztályunkat. A biztos csapat az ugye a 4 lány, a Dicsadorina, Mészáros Lili, Szűcs Luca és Besenyei Réka, valamint valószínűleg ki fog egészíteni a lányokkal C. Alexa, illetve a fiúkkal Jáksó Márkó, Matos Milán, illetve Varga Zoltán. Ők gyerek korcsoportúak, nagyon tehetségesek, és mind a két versenyen második helyezéseket értek el. A kalocsai sportolók tehát a hazai rendezésű világversenyen a válogatott tagjaként képviselhetik majd saját szervezetüket és városunkat egyaránt. Ide azért olyan versenyzők kerülhetnek be, akik ugye megfelelő módon, méltón képviselhetik majd a szakosztályt, illetve a versenyen a klubunkat. Ők nagyon tehetségesek, tavaly, illetve az idei évben kezdtek el versenyezni, de kiemelkedőek a társuk közül, és eredményesen szerepeltek ezeken a versenyeken. A nagyobb lányok ugye azok már több éve bizonyítanak, rendszeresen minden versenyen szinte dobogósak, valamint vannak kiemelt versenyek, mint magyar bajnokságok, diákolimpia országos döntők, ott pedig kvalifikálni kell magukat, tehát ott az első helyen, illetve második, harmadik helyen. Aki ugye második, harmadik helyen zárják a versenyek, azok olyan tartalékok, de akik bajnokok, azok biztos utazók lehetnek az ilyen versenyeken. Hogyan néz ki egy ilyen utánpótlás világbajnokság? Ugye erről beszéltünk, hogy ez Magyarországon lesz az idei évben. Az idejében július 21 és 24 között Szentes városába nevezik meg. Szentes ugye nagyon profi módon már több alkalommal rendezett ilyen nagy volumenű versenyt. Kétszer már világkupát is rendezett, illetve Budapesten már rendeztek világbajnokságot, de most Szentesen kerül megrendezésre. A világbajnokság hasonlóan, mint más sportágakban, tehát képviselik az országuk magukat a versenyeken. Minden országból a legjobbakat próbálják elhozni, és ott megverekednek a világbajnoki címért. Utánpótlásban néhány éve kezdődött el a világbajnoki, világkupa sorozat. Nagyon sikeres, ugye nagyon népszerű a gyerekek között, illetve nagyon nagy létszámú versenyekből alakulnak ki ezek a válogatottak. És hogyan készültök egy ilyen világversenyre ezekkel a fiatalokkal? Változott-e az edzés tervük, programjuk? Mikor összeáll a csapat, akkor természetesen külön felkészülési programjuk van a versenyzőknek. Általában 3-5, illetve 6 edzés van a versenyzőknek egy héten,
illetve nagyon sok felkészülési program, különböző táborok, szemináriumok, küzdőedzések, illetve felkészülési versenyek. És ha már versenyek és programok, ugye a karate maratonon is részt vettetek. Mit tulajdonképpen ez a karate maraton, és kik vettek részt a kalocsai csapatban? 7 évvel ezelőtt kezdődött el a karate maraton kis program. Ez nem egy verseny, ez inkább egy összetartásnak az ünnepe. A lényege az, hogy 10 órán keresztül különböző karate technikákat mutatnak be a versenyzők egyszerre, megvan az ütemezése, és a nap végére 30 000, illetve 30 500 technikát teljesítenek a versenyzők. Ez fizikailag egy nagyon nagy állóképességet igényel, a gyerekek nagyon szokták élvezni, egy szinte ünnepe a küzdősportoknak. Ez nem csak a Kyokushin karaténak a bemutatása, hanem az összes harcművészeti stílus, illetve szoktak részt venni rajta a külön szülők is. Az idejében az egyik kisfiúnak az anyukája is részt vett, aki ugye nem karatézik, csak megtanult néhány technikát, és ezen a bemutatón 15 000 technikát teljesített, tehát egy fél maratont, ami nagyon nagy teljesítmény. Kik voltak Kalocsáról ezen? Kalocsán 9 fő vett részt, ez önkéntes, itt ugye nem kell kvalifikálni, aki szeretne ilyenen részt venni, az benevez rá, elutazik, és a kitűzött célját teljesíti. Most ugye itt a világversenyről már szó esett, táborokról, milyen programok várnak rátok a következő időszakban? Jelenleg ugye különböző túrákat szerveztünk, illetve vettünk részt, tehát a szakosztályunk nem csak karatézik, hanem különböző ilyen közösségi programokat is szervez, illetve azokon részt vett. Ezekbe be szoktuk vonni a tesókat, szülőket, nagyszülőket. Túrázni szoktunk eljárni, tehát különböző távolságokra 5-10-20-30 kilométer, illetve az extrémek túrá, mint például a Kinizsi 100, vagy a Rockenbauer 135 km. Az elmúlt hétvégén 20-30 kilométeres távot teljesítettek az úgynevezett tenkes túrán a csapat tagjai. Szintén gyerekek és felnőttek, szülők is részt vettek rajta, nagyon élvezték. Az idő ugye megmutatta magát, tehát volt napsütés, eső, szél, de nagyon szépen állták a sarat. Szó szerint. A következő ilyen túránk, illetve a családi programunk minden május környékén, illetve május 1-e előtti időszakban szoktuk teljesíteni a kis kerékpár túránkat. A Szent László hídig, azaz a Szekszárdi hídig szokott elkerékpározni a csapatunk, szintén a szülőknek a bevonásával. Ez körülbelül 50 kilométeres táv. Egy 4 óra hossza alatt szoktuk teljesíteni, ezt követően pedig egy főzés-sütögetés szokott zajlani. Májusban a Kinizsi 100 túrát fogják teljesíteni a csapattagjai. Itt is ugye ez az extrém része, hogy 100 km gyalogolnak, de van 40, illetve 25 km-es szakasza is, aki kisebb túrán szeretné elkezdeni. És a nyár majd hogyan fog zajlani? Lesz esetleg pihenése is majd ideje a gyerekeknek? Vagy ez egy ilyen nagyon aktív a versenyzés szempontjából ez az időszak? A nyár, tehát a június közepéig nagyon intenzív lesz, ugye a világbajnokság miatt fel kell készülni a gyerekeknek, illetve nagyon intenzíven kell dolgoznunk. A nyáron megszervezzük szokásos módon az edzőtáborunkat, most már 7. alkalommal a Velencei tó partjára. Ezt közösen szoktuk megszervezni a Bács Team csapatával Kecelen. Közel 80-100 fő szokott ezen részt venni. Az edzésmunka mellett természetesen a táborba szokott szabadidős programokra, kirándulásokra és időt fordítani szoktunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!